Kívánom, hogy továbbra is jó egészségben tevékenykedj a magyar, vajdasági magyar közösségért és a feketicsi magyar közösségért. Ezekkel a szavakkal adta át Pintér Attila Magyarország belgrádi nagykövete Pál Károlynak a Magyar Érdemrend lovak keresztjét. A díjat Áder János Magyarország köztársasági elnöke ítélte oda a Bács-Fekete-hegyi Feketics Művelődési Egyesület tiszteletbeli elnökének. Pál Károly hangsúlyozta, nagyon sokat jelent számára ez a kitüntetés, de a díj az egész közösséget illeti, mindenkit, akivel 4 évtizedes pályafutása során együttműködött. Összefogás, az ittmaradás, a jó akarás az, ami előre bír vinni bennünket, és úgy érzem, hogy annak ellenére, hogy nem felhőtlen az életünk, úgy érzem, hogy jó úton vagyunk, hiszen annyi sok mindenen rosszan átmentünk az elmúlt időszakban, az elmúlt évszázadokban, ahogy gondoljuk, de mindig talpon maradtunk, és mindig erősebbek lettünk. Azt kívánom, hogy a magyar közösségnek Vajdaságban és Bács-Fekete-hegyen is legyen biztos a jövője, tette hozzá Pál Károly. Amiért én kaptam ezt a kitüntetést, arról, hogy tennünk kell azért, hogy itt maradjunk. Az elismerést a Feketics Művelődési Egyesület ünnepi évzáró műsorán nyújtották át. Az esten meghitt karácsonyi énekek is felcsendültek. A kis tehetségek körtáncot is jártak. Az eseményen több közéleti szereplő is részt vett. Jelen volt Pásztor István, a tartományi képviselőház és a VMS elnöke, illetve Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke is.